Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt Komárom város polgárai! Engedjék meg, hogy Komárom város önkormányzata és a városi testület nevében reményteljes, békés és sikeres új évet kívánjak mindnyájuknak. El kell, hogy mondjam, sajnos nehéz évet hagytunk magunk mögött, és a jövő sem mutatkozik nehézségek nélkül, de a kilátás biztató. A gazdasági nehézségek nem csak anyagilag teszik próbára a lakosságot, de lelkiekben is megviselik. Így egyre kevesebb a türelem. Az átlagpolgár életminőségének romását mi is érezzük, ez a hivatalban, az önkormányzatban is lecsapódik, azonban próbáljunk optimistán tekinteni a jövőbe. Kemény munkával és odaadással javítani tudunk helyzetünkön, és irányítani tudjuk sorsunk alakulását. Ez úgy a magánéletre, mint a város dolgaira is vonatkozik. Merjünk közösen merész, de megvalósítható célokat kitűzni, és emberséggel, felelősséggel közösen mindent megtenni azért, hogy megvalósuljanak. A reménytelenség, az apátia nem jó tanácsadó, ahogy az indulat és a harag sem az. Tartsuk meg emberi méltóságunkat és a szeretetet, a megértés vezérelje tetteinket, és ne a hatalomvágy, a pénzégség és a bosszú. A viszály viszályt szül, aki szelet vet, vihart arat. A választási mandátumunk, értem ez alatt az egész önkormányzati választott testületet, utolsó szakaszához értünk. Szilegyenesnek is nevezhetném az előttünk álló mindegy 10 hónapot. Sajnos a válság nagyon megnehezítette az előző években a kitűzött célok megvalósítását. Az előremutató építkezés helyett többször tűzoltás, a meglévő értékek megőrzése folyt. Ez sajnos nem csak önöknek csalódás, nekem is szembesülnöm kellett azzal, hogy a konkrét anyagi és egyéb feltételek nem tették lehetővé, hogy megvalósuljon mindaz, amit szerettem volna. Ennek egyrészt a súlyos hagyaték az oka, másrészt az egyre szűkülő pénzügyi lehetőségek, a kormány és az önkormányzatok között született spórolási megállapodás, ami az előző évi mozgásterületünket is 15%-kal szűkítette. Ez adódott hozzá az általános gazdasági visszaesés, majd stagnálás, a pénzpiaci, vállalati és vállalkozó közeg kivárásos, a túlélésre összpontosító magatartása. Ilyen helyzetben nemhogy javítani nem tudtuk a város és a régió foglalkoztatási mutatóit, már az is erőfeszítésünkbe került, hogy az eddigi szintet megtartsuk. Már azt is sikerként könyvelhetjük el, hogy a város által finanszírozott és fenntartott cégekben, intézményekben sikerült megtartani a munkahelyek számát, sőt a puszta létük volt sok esetben a tét. Továbbá fontos, hogy a város képes volt ellátni törvényes kötelezettségeit, és sok más önkormányzattal ellentétben működőképes, pénzügyileg egészséges, és menedzselhető maradt. Ebben a tekintetben remélem, az idejében sem áll be negatív változás, holott minden tervben számolni kell az előre nem látható nehézségekkel. Ezekből a tavalyi évben is kijutott városunknak bőséggel, volt gazdag tavaszi hóáldás, és az évszázad árvize is levonult a Dunán. Szerencsére mindezen megpróbáltatásokkal is sikerült közös erővel megbirkóznunk. Köszönet érte minden önzetlen segítőkész és jó szándékú embernek. Ami a jövőt illeti, elkerülve a mostanság oly divatos, hangzatos és populisztikus ígéretek sokasságát, felelősségteljesen megígérhetem azt, hogy amennyiben az egyre gyakrabban hangoztatott, fokozatos kilábalás a válság szorításából igaznak bizonyul, akkor fokozatosan több anyagi forrás és energia jut majd a fejlesztésre.
Minden igyekezetünk is arra irányul, hogy meglévő értékeinket megőrizzük, a minőségüket javítsuk, és megtartsuk a kultúra, sport és szociális támogatási szintet, ami az emberek, a fiatalság életminőségének egyik fokmérője. Egyszerűbben fogalmazva, olyan várost képzelünk el, amely fejlődik, szépül és jó élni benne. Ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és arra kérem Önöket, hogy kísérjék figyelemmel és segítsék munkánkat, hogy városunkat közös erővel mindnyájuk megelégedésére formálhassuk. Még egyszer boldog új évet kívánok mindenkinek!